Egyre gyakoribb probléma a Kalocsai Szentkereszt Kórházba a vizsgálatra érkező betegek körében, hogy a beutalón kívül nem hozzák magukkal a személyi igazolványukat és a tajkártyájukat. Az intézmény vezetése a vizsgálat elvégzése érdekében a három dokumentum együttes meglétére és bemutatására figyelmeztet. Az érvényes rendelkezések értelmében a tervezett vizsgálat elvégzéséhez, a beteg felvételéhez mindhárom dokumentum, tehát a beutaló, a személyigazolvány és a tajkártya egyidejű bemutatása szükséges. Az intézmény vezetése arra kéri a betegeket, idősebb vagy kíséretre szorulók esetében az őket kísérő hozzátartozókat, hogy indulás előtt ellenőrizzék, hogy az említett három fontos dokumentum, a beutaló, a személyazonosító igazolvány és a tajkártya náluk van-e, amikor a rendelésre elindulnak, illetve arra a szakrendelésen a kórházban jelentkeznek. A kórház vezetése arra hívja fel az érintettek figyelmét, hogy a vizsgálathoz a három dokumentum együttes megléte és bemutatása szükséges, bármelyik hiánya a vizsgálat elutasításával járhat. Mint ahogy korábban beszámoltunk róla, június 2-ától a Kalocsai Szentkereszt Kórház szakrendelése a járványt megelőző időszaknak megfelelő időpontokban és helyen fogadja a betegeket. Fontos kiemelni, hogy a szakrendelések látogatásakor a szigorú higiéni szabályokat valamennyi betegnek be kell tartani. Továbbra is működtetik az egykapus beléptetési rendszert, melynek helye változatlanul a főbejáratnál található. Itt fogadópult működik testhőmérséklet méréssel, nyilatkozat kitöltésével, a beteg aláírásának kérésével és kézfertőtlenítéssel. A betegeknek és hozzátartozóiknak továbbra is szájmaszkban kell érkezniük.